Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Kormányváltás esetén a Paks 2 beruházás felülvizsgálatát ígéri az LMP. A beruházás sok éves csúszásban van. Az engedélyezési eljárás közben pedig lemondott az engedélyező hatóság főigazgatója, emelte ki sajtótájékoztatón Keresztes László Lóránt. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az Országos Atomenergia Hivatal a törvény által megszabott határidő utolsó napján visszadobta a Paks 2 engedélykérelmét. A vonalban Keresztes László Lóránt. Így van, jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Na nézzük akkor, hogy mit gondol, hogy mi lehet az oka, ugye itt a bejátszóban elhangzott, hogy mi minden fejlemény van most jelenleg Paks 2-vel kapcsolatban. Mi lehet az oka ön szerint az Atomenergia Hivatal lépésének, tehát hogy visszadobta a Paks 2 engedélykérelmét? Azt én előre bocsátom, hogy itt nem ilyen apró, pici pontatlanságok miatt dobták vissza, ahogy mi látjuk, hanem azt érzékeljük, hogy nagyon-nagyon súlyos kérdésekre nincs alapvető válasz, és ezért nem is tehetett mást az engedélyező hatóság. Ugye itt nincs egyértelmű válasz a hűtés kérdésére a Duna vízszintjével összefüggésben. Nincs válasz a nukleáris hulladékok kezelésének kérdésére, de most ami talán a legnyomasztóbb az az, hogy jól látható, hogy is több geológus szakember felhívta a figyelmet, hogy egy olyan aktív törés zónában, egy törésvonal fölé akarják építeni ezt az új atomerőművet, amelyen terület egyszerűen alkalmatlan. Tehát egyébként ugye oroszok tervezik ezt az új atomerőművet, és az orosz törvények ki is zárják, hogy bármilyen módon egy ilyen aktív törésvonal fölött atomerőművet lehessen építeni. De még a magyar jogszabályok is kizárják azt, hogyha meghatározott időn belül olyan földrengés nyomát találták az építési területen, ami a föld felszínig hatolt, akkor nem lehetne. És mi azt látjuk, hogy egy 2016-os tanulmány bebizonyította, hogy ez a terület alkalmatlan, és mégis mennek tovább az illetékesek az engedélyezéssel. Legalábbis a szándék megvan, ezért nem tehetett mást a hivatal, mint hogy visszadobja ezt az engedélyt. Hát akkor most ott tartunk, hogy tulajdonképpen egy időhúzásról van szó, tehát hogy ez előbb utóbb ez a folyamat majd folytatódik ön szerint, mármint annak ellenére, amiket az előbb elmondott? Én nagyon bízok benne, hogy nem folytatódik ez a folyamat. Tehát, hogyha a jogszabályok is kizárják, hogy egy atomerőművet egy ilyen területre lehessen építeni, akkor nem lehet ilyen módon megadni az engedélyt. Ez a mi meggyőződésünk. De hogy ugye ez a folyamat óriási késlekedést fog szenvedni, azt mondhatjuk, hogy minimum elismerte a kormány azzal, hogy elkezdtek az illetékesek arról beszélni, hogy a jelenlegi működő atomerőművek esetében újabb üzemidő hosszabbítást is felmerülhet. Ugye tudjuk, hogy a jelenlegi paksi blokkok esetében ugye 2030-as évek közepéig körülbelül meghosszabbították az eredetileg tervezett üzemidőt. Most már elkezdték revesgetni a szakemberek, hogy ezt még inkább meg kéne majd hosszabbítani. Tehát mondhatjuk, hogy ez biztos, hogy nem szakmai körökből érkezett először ez az elképzelés, tehát itt is mondjuk így belengedték azt, ami a kormányzatnak lesz majd a politikája, mi ettől tartunk. És a csúszásról beszélt itt, mire számít, hogy mekkora lehet ez a csúszás? Csak azért, mert tényleg eleve is csúszásban van az egész projekt, és akkor ahhoz képest még további csúszás van, az mekkora lehet, és annak milyen következménye lehet? Én azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre az első számú felelősnek, Orbán Viktor miniszterelnöknek kell válaszolni. Én többször felhívtam az országgyűlésben a figyelmet, hogy ez egy olyan súly, ez egy több ezer milliárdos beruházás, amivel kapcsolatban az első számú felelős Orbán Viktor. Ugye tudjuk, hogy született egy politikai döntés, hogy ez a kormány pályázat nélkül az oroszoknak adta ezt a beruházást, azzal indokolva a döntést, hogy csak az oroszok képesek ezt megcsinálni a terveket és ezt a beruházást. Mert ehhez képest, hogy az oroszok nem tudták határidőre leszállítani a magyar és az uniós szabványok szerinti terveket, és ezért már az engedélyezés eleve sok éves csúszással indult el. Tehát én azt gondolom, hogy itt már meg kell törnie a kormánynak és Orbán Viktornak a hallgatást, és a közvélemény előtt számot kell vetni, hogy miért ilyen időhúzást és ilyen utólagos korrekciókat látunk, ugye, hogy lemondott a hatóság vezetője, most politikai irányítás alá akarják helyezni a hatóságot. Tehát világosan a miniszterelnöknek a közvélemény előtt számot kell adni, hogy áll ez a projekt, és ők maguk egyáltalán látják-e esélyét, hogy ez megkapja az engedélyt, ez a beruházás. Ugye még egy dolog ezzel kapcsolatban, Holoda Attila energetikai szakértő is elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban itt nálunk az Aktuában. Ő azt mondta itt a leváltásokkal kapcsolatban, hogy a közvetlen közüzemi szolgáltató nem könnyedén mozgatható, de volt már ez is a Multik tulajdonában, és így akár privatizálható vagy kihelyezhető alapítványokhoz, és szerint erre utalhat, hogy leváltották ugye az eddigi szereplőket.
ügyeket, és hogy úgy fogalmazott egész konkrétan Holod Attila, hogy ez azt jelenti, hogy valami beavatkozásra készül a kormány, elégedetlen azzal a tempóval, ugye, amiről az előbb mi is beszélgetünk, ahogy az egyébként biztonságért és műszaki feladatokért felügyelő hivatalnak a feladata lenne ennek az engedélynek a kiadása, nyomásgyakorlás készül, tehát ön szerint is elképzelhető ez az alapítványi kiszervezés? Mit gondol erről? Pontosan attól tartunk mi is, hogy itt valamiféle beavatkozás, politikai beavatkozásra készül a kormány, és ezért is utasítjuk el minden erőnkkel azt az elképzelést, hogy az atomenergia hivatalból ilyen kvázi minisztériumot csinálnak, tehát gyakorlatilag jogalkotási lehetőséget adnak neki, és 9 évre kineveznek az élére egy szándékuk szerint visszahívhatatlan szereplőt, akinek az esetében, ugye ez már meg is történt, akinek az esetében még a konkrétan az atomenergetikai szakirányú végzettség sem volt előírás. Tehát mi tartunk attól, hogy a kormány valóban próbálja presszionálni ezt az eljárást, és hogy minél előbb történjen meg, de azt gondolok, hogy ez teljes mértében elfogadhatatlan, egy atomerőmű az nem játék, egy atomerőmű építés esetében minden más szempontot a biztonságnak kell megelőzni. Ugye választási kampány van, jövőre választunk. Mi történt akkor, ha kormányváltás történik, mi változik, mit tudnak változtatni ezen a helyzeten? És sokat beszéltünk erről, ugye én tagja vagyok annak a bizottságnak, aki a közös ellenzéki programot készítette el, és ugye van olyan ellenzéki párt, aki atompárti. Nyilván mi zöldek elutasítjuk az atomenergia használatát, de vannak olyan ellenzéki pártok, akik támogatják. Abban viszont konszenzus van, hogy ezt a beruházást, ezt át kell tekinteni, felül kell vizsgálni. Tehát azt tudom mondani, hogy amint megkapjuk a kormányzati felhatalmazást, akkor az első pillanattól kezdve azon fogunk dolgozni, hogy áttekintsük ezt a beruházást, felülvizsgáljuk és megkapjuk. Hogyha úgy alakul? A mi szándékunk az, de és nagyon bízok benne, hogy ebben egy konszenzus lesz a következő kormányban. Nyilván akkor fogjuk látni a részleteket, szerződéseket, minden egyebet, ami feltétlenül ezt meghatározza, de a mi meggyőződésünk, és itt most nyilván, mint az LMP frakció vezetője beszélek, az a legfontosabb most ez a projekt kapcsán, és egyetlen egy helyes lépés, hogyha ez leállítjuk. Na de mi történik mondjuk azokkal a vezetőkkel, akikről az előbb beszélgetünk? Ugye épp az imént említette, hogy tulajdonképpen leválthatatlanok a következő 9 évben, akkor velük mit tudnak kezdeni, vagy ezzel a helyzettel mit tudnak kezdeni? Minden helyzetre meg fogja találni megfelelő jogi megoldást, és nem is tehetünk másként. Ez a projekt, ez rettenetesen komoly problémákat jelent, sok 1000 milliárdot tesz ki. Nem oldja meg azokat a problémákat, amik megoldástként szánták, és generációkat adósítanak el Magyarországon. Tehát mindenre megvan a jogi megoldás, és ezeket alkalmazni. Tehát van jogi megoldás arra ön szerint, hogy ezeket a most kinevezett vezetőket leváltsák? Erre lesz, vagy van jogi megoldás ön szerint? Egészen egyértelműen az a válaszom, hogy igen. Köszönöm szépen Keresztes László Lórentnek, hogy mindezt elmondta. Szép napot önnek, viszontlátásra, minden jót. Köszönöm a lehetőséget.